másik rájön, hogy tényleg hülyeséget csinált, akkor esetleg legközelebb már nem csinálja meg még egyszer. Tehát, hogy ennyi haszna talán lehet a dolognak. Vagy pedig hát olyan iskolát kell kitalálni, ahol ugye a gyerekeket arra képzik ki, hogy gondolkodjanak. De odáig is el kell jutni az iskolában, ott kéne. Azért mondom, hogy ez zárójel volt, de annyit lehet most ebben az állapotban segíteni neki, hogyha sikerül elfogadtatni vele, hogy egy szivacskardot vett, akkor legközelebb talán, ha nem is rögtön ellenáll, de legalább odáig eljut, hogy megkérdezzen valakit, mielőtt az utolsó fillérét is. Igen, csak ugye, szóval itt most ez tényleg egy fájóbb történet nekem, vagy én úgy érzem, hogy másoknak is, mert legközelebb majd jön egy másik Józsi, vagy egy nem tudom kicsoda, és azt fogja mondani, tehát bezsarolja. Azt fogja mondani, hogy a gyerekeidet berakom az óvodába, sőt el is viszem a kisbusszal, no de. És ahhoz valamit tenned kell. Például nekem, hogyha odaadod a szegélyednek a negyed részét, akkor majd meg fogod kapni azt, nem tudom, vagy ugye én adok majd kölcsön, amikor már kenyérre se jut, és ugye egy komplet uzsora kamattal majd visszafizeted nekem, majd jössz nekem egész életedben. Igen? Napjaink története, és nem kellene itt ilyen messzire menni, hogy tudatlanság. Nagynéném 78 éves nyugdíjas tanárnő. Én úgy gondolom, elég művelt. Napi szinten keresik olyan cégek, akik előadásokat tartanak, jöjjön el, nyugdíjas, ráér, elmegy. Igen. És napi szinten jön haza azzal, hogy hú, nézd meg, milyen jó. Vettem 300 ezer év matematikát. Pontosan, és utána fogom felütöm neki az internetet, és megmutatom neki, hogy az, amit megvett 300 ezerért, az 27 ezerért meg tudom venni holnap ugyanígy a boltban. Ez a kart. És ez nem tudatlanság, egyszerű elterés is kész. Elhintették. Na de azt mondod, hogy napi szinten, akkor már néhányszor mondtad neki, hogy ne menj el. Ezerszer. Na de akkor... Tegnap voltam nála, megint nyertem valamit, megjött a levél. Add ide, hadd dobjam ki. Sajnos ez a valóság. Ez a falra hánykos. Ez a falra. Illetve hát az a valaki, aki ebből jól jár, és nem kevesen vannak. És nem az, kevesen. Hogy? És nem kevesen. És nem kevesen vannak, akik ebből jól járnak. Hát az ugye nem a falra hánya, az nagyon is betuszkolja a szánkba, vagy nem tudom, valami jó helyre, ahol neki megtérül. Na jó, hát csak ilyen is eszembe jutott. Oké, na. Még egyet meg hallgatunk? Most akkor? Egyébként, bocsánat, ezt hozzátettem, hogy a rendőrségnek pont erre van ilyen bűnmegelőzési programja, egész életben, ugyanilyen színház, tehát ugyanilyen történeteket játszanak el, és utána pedig a rend, tehát időseket alakítanak a színészek, és ugyanilyen történeteket írnak, és időseket terelnek be a színházterembe, és próbálják őket így próbálni elme. Költsünk rá pénzt, mert ez a prevenciónak lenne egy része. Nem mindegy, hogy hova viszik azokat az előadásokat. Na, most látni fogunk egy rövid jelenetet. Az én kliensem a lány, Sarolta, mi legyél? Sarolta szeretnék lenni. Az a baja, azért jár hozzám. Na most nehogy elmond. Na most nehogy elmond. Csak most maradjál. Na múlt héten annyit mondott, hogy végre van egy randia. Ezt mondtad, jó? Most megnézzük, hogy mi történik a randia. Utána jön hozzám. Jövő szerdán. Te is egyél. Persze. Egészség. Iszol? Persze. Igen. Jó? Ja. Igen. Megyél. Ez? Az sós. Ez édes. Sós. Vagy viszont finom. Nem én mondtam, jó? Nem én mondtam. Én még igazából nem kóstoltam. Hát,
Hát azt akkor... akartam mondani, hogy tessék. Jó. Nem. Tessék, én szívesen. Tessék. Na, kóstold meg. Nem. Egy nagyon nem híres konyhán készült, Gyuri konyha. Na, kóstold meg. Na. Finom. Pont, finom. Pont hogy finom. Pont, hogy nem azt akartam mondani, hogy nem finom. Tényleg jó? Igen. Kifejezetten finom. Esik az eső? Úgy értettem, hogy úgy néz ki, hogy egy kicsit olyan, mint hogyha nem jó lenne, mert hogy olyan... De mindegy, az a borsos saláta az ilyen. És tényleg a majonéz miatt. Só kellett volna még be. De hogy ez... Mondjuk úgy sorban. Megvan. De ha ezt teszem hozzá, akkor ez meg sós. Nem szeretem a sósát. Borsó. Borsó. Nem mehetek borsó. Allergiás. Bengény kérdezem. Te ebből mertél? Igen. Hoztam magam. De miért? Mi a bajod vele? Ez ilyen szűrt víz. Ez meg ásványvíz. Igen. Forrásvíz. Igen. Csak ilyen. Igen. Forrás. Igen. Tiszta víz, forráspatak. Ez pedig finom majonézes mosó. Te! Hogy sikerült? Te borzasztó vagy! Borzasztó! Igen? Én nem tudom, miért egyébként. Alig az teljes gáz. Teljes gáz. Elvítésnek most borsó fedezett vele. Borsó. Borsó volt az előételben, borsó volt, meg borsó reves volt, aztán borsó volt a köret, és talán még a desszert is olyan borsó, olyan pattintott borsó. Én nem esett kint az eső, a magasarkóba mentem, fölcsaptam a sarat a harisnyalatokba, már eleve szarul éreztem. De figyelj, de miért megyünk a 8. kerületbe? Tényleg a 8. kerületbe kell engem vinni egy étterembe? Én az a nő vagyok, aki a 8. kerületet költ. Most komolyan? Hát jó, persze, helyes étterem, zöld borsó az a címe, de miért? De szóval, tehát most első randevum, hogy eszedbe jutna a 8. kerületbe vinni engem. Az már a Dózsa György út, nem a 8. kerületbe, csak mocsi. Zúgló már szinte. Én nem tudom, hogy gondolja, hogy mindenből beledom már. Tehát, hogy eljövök hozzá, és még itt is beszélek. Tehát, hogy ki ez az ember? Neked... Mit gondolt róla? Hát én egy sarolta vagyok. Egy sarolta meg nem bármi mint az ember. Tehát, ez felfogja, hogy ez egy sarolta. A saroltasságot, azt megérzik. Jaj, de megnézném azt a férfit, aki végül neked jó lesz. És én azt be is tenném egy kirakatba, és egy jobb fajta múzeumban. Szerinted nincs ilyen férfi? Hát én már 9-ről hallottam tőled, egyik se volt neked. Nézd, nem kell feladni, nem kell feladni. Én tudom, hogy akkor majd lesz. Ez nem az. 8. kerület. Na hát ő volt a borsó szemkirály, kisasszony. Igen. Na, hát nagyjából ennyi volt a történet. Még megkérdezem, hogy van-e, aki mondana valamit. Én szeretnék mondani annyit, hogy március, április, májusban is játszunk még minden 10-én. Már majdnem mindegyikre meg is vannak a színészek. Márciusban például a Stefanovics Angéla jön hozzánk először játszani, és a Hauman Máté már nem először, és az lesz a címe, hogy félálmomban félálmodtam. És szerintem megint egy tök jó cím, nem tudom, mit hozok ki belőle, van rá egy hónapon mától, jövő 10-éig. Na, van-e valakinek még mondandója, kérdése, megjegyzése? A pszichológusokat is megsajnáltuk egy kicsit. Jó, hát remélem, hogy nem hiába hánytuk itt a borsót a falra. Nagyon szépen köszönöm, hogy minket választottatok a világvárosi kínálatból. Hegyi Barbarát láttam.